Nagyon napot kívánok, srácok, üdv a csatornán kívül, Papa jelentkezik, egy kis Sprinter-szel nem bírtam ki, hogy ne játszok vele, mert kaptam egy nagyon jó kis modot az egyik nézőmtől. Meg még ráadásul most kormányon fogunk játszani. Kormánykemet nem kapcsolok be, de hogyha halljátok ezt a... akkor az azt jelenti, hogy kormánnyal tolom, plusz még ugye pedállal egyértelműen. Hopsz, rá is léptem a... gázpedálra, el is indult a motor. Figyeljetek, megmutatom, hogy milyen modot kaptam. Modolt Sprinterhoz fogjuk rakni. Jaj, kettő darab maz van. Hát de végül is mi azt francot titkolozok itt? Mindig az elején itt megpróbálok ilyen nagyon viccesen, meglepetésszerűen így rátok zúdítani a dolgot, azt közben meg rá kell jönnöm mindig, hogy már tudjátok az indexképben, hogy mi fog történni. Na, mi fog történni? Kettő darab mazzal szállítunk hosszú póton szállítmány, de milyen mazokkal, nézzétek ezt. Az már defini. Itt a kett kormánnyal. Elég dögös? Elég dögös a maz? Na, ha nem elég dögös, akkor lehet ám ilyet is még rárakni, hogy... ilyen. Ez már egész jó? Nézzük még miket lehet. Esetleg egy portkereket felülre. Melyiket? Mondjuk ezt. Na, így most már elég tökös. Bár ez nekem nem tetszik rá a gyerekek. Ezt szedjük le róla. Olyat kellene, hogy kettő hosszú pótot próbálunk leszállítani. Nagyon necces lesz, ugye nagyon necces lesz, mivel ugye milyen egymás után lesznek ködve a járművek, és elég szar környezetbe fogunk végigmenni, de talán valami fog történni. Olyan kellene nekem, hogy van nekünk ilyenünk. Ezután ugye lehet rakni a hosszú röntpótkocsi. Várjátok. Oké. Okay. Kicsit előbbre járunk. Jaj, de imádom különben a kormánnyal közlekedés az egész más. Full más, mint a... ezt fakoljuk. És ezzel ki is állok innen. Kormánnyal közlekedni ebbe a játékba full más érzés, mint villancsüzettel, mert a legjobb az benne, gyerekek, mindjárt mutatom, hogy mi a legjobb. Amikor... most így hagyom a kamerát. Amikor ugye nem csak az, hogy a kormány szépen tud tekerni, ahova kell, hanem nagyon pici gázzal is el tudsz indulni. Fincsi kis gázzal. Egy kicsit lehet, hogy hangerő szintet alkalmazunk. Szépen finom gázzal lehet menni. És akarjuk, akkor is padlózhatjuk. Lehet kis gáztröccseket adni. Nagyon szuper, gyerekek. Nagyon szuper. Ide válok. És akkor átváltunk a másik mazra. És mit csinálok? Mit csinálok, gyerekek? Néha ki kell nyúlnom a billentyűzethez. Azt nem nagyon tudom, hogy nem vagyok képe. Ide mindenképp akarok egy ilyet. Ide mindenképp kellene egy... ilyen, meg egy... hosszú röntpótkocsihoz. Szerintem ezzel is előbbre kéne járni. Finoman, rárakjuk a nagy kerekeket, a dupla kerekeket egyébként, megmutatom, hogy milyenek vannak hozzá még. Így mutatom, hogy jobban látszik kitekert kormány. A MAZ 2-nek a kerekeit is fel lehet rakni, ezek egy picit nagyobbak ugye. Meg más mintázatú, meg minden, ez az alapkerék. Hát nem teljesen más mintázatú, inkább nagyobb. Meg a felné is más. Meg lehet ilyeneket rakni, ez valami army kerék, hát ez nagyon olyan, mint az eredeti, nem? Más színre van fejsbe, ilyen keki. De nekem ezt tetszik leginkább. És akkor kellene nekünk egy hosszú röntpótkocsi. Fajn, gyerekek, fajn. Egyelőre azzal leszünk meglőve szerintem, hogy az üzemanyaggal nem tudom, hogy tudjuk beosztani az üzemanyagot. Ezzel is kijárok. Jó, közel kötöm a kettő gépet. Közel az ilyen közelnek számít. Csak össze is kötöm őket. Hát igen, ez egy brutál projekt lesz. És gondolhatjátok, hogy jaj, de könnyű lehet ez a két mazas megoldás. Annyira nem lesz könnyű. Kézifék bekapcsolva. Összkerék. Diffizál be van kapcsolva, összkerék nincs. Szerintem az lesz, hogy megpróbálunk finoman közlekedni.
Egérrel próbálok nézelődni, kormánnyal meg közlekedünk. Meg a pedálokkal. Finoman közlekedünk, nézzétek meg mennyit teszik a maz. 2 liter? Nézzétek, ha rálépek a gázra. 7, ugye? Ezért így szépen be lehet osztani kormánnyal, pedállal az üzemanyagot. Csak ott nyomunk gázt, ahol nagyon szükséges. Most kapásból akkor ugye 32 darab kerék van a talajon. 5 kereket nem nagyon akarok kapcsolni, csak ha nagyon muszáj. Kéri az energy-t, kicsit felkapcsolunk. Nagyon úgy néznek ki, mint valami hódjárók ezek a gépek, nem gyerekek? Eszméletlen brutál, főleg ott, hogy még egy ilyen jön utánunk. Remélem jó helyre megyek. Kicsit kéne arra szedni. Ezért nyomtam neki a gáz, mint a bolond. Nagyon érdekesen, hogy a hátsó kerekek rúgnak. Ezt nem bírom ki, ezt, vagy nem bírom ki, hogy átváltsak, vagy nem bírtam volna, hogy ne nézzem szemből ezt az egész eseményt. Igen, és rúgnak a kerekek, nem baj. Ugye a szokott udvaron fogunk közlekedni. A megszokott udvonalunkon. Kicsit ilyen rába stílusra emlékeztet most ez a dupla kerekes megoldás. Próbálom navigálni a kamerával is, hogy valamit lássunk. De lehet, hogy az lenne a legjobb, ha... Azt azért úgy nagyon hangos. Nem az. Eléggé szűkös különben így a terep. De nem tudom, hogy el fogunk-e férni ugyanott, ahol eddig. Dupla maz. Mazoista küldetés. Lehet, hogy ez lesz a címe. Ti már tudjátok, hogy mi a címe. Én meg még nem. Ez a fura. Illetve a diffizárat nem nagyon kell bekapcsolnunk. Elég masszívak így a mazok, nem? Egész más karakterük van, ahogyha ilyen kerekek vannak rajt. Lehet, hogy kell majd neki a diffi. Köszönöm szépen egyébként a modot, hogy megosztottátok velem. Mindig vevő vagyok az ilyenre. Az első 2 kerék nem is hajt. Ebben mondva most az első... Ja nem, az első 4 kerék, az első 2 teknél nem is hajt, azt milyen szépen működünk. Pedig még az a második mod elég szarul is van bekötve, mivel kicsit emel a gépünkön. Na, akkor itt át kéne valahogy vágnunk. Már csak azért is, mert jó, meg kéne tankolni mind a két maszt. Hát itt nyomok neki én szerintem. Gyöszkereket. Nehogy a mély vízbe beleragadjunk. Ilyen brutál küldetéseket nem szoktam csinálni, mármint ilyen extrém projekteket. Inkább szeretem a szenvedős kisebb járműves dolgokat, de ha már akartátok, érdekes, hogy diffizár always, látjátok? Mindig be van kapcsolva ezen a gépen. Nem vágom ezeket a dolgokat. Ez miért így van? Salvázmosás meg volt mind a kettőn. És az a baj, hogy diffizár always, így meg abszolút nem fordulékony az a kis dög. Kitekert kormányon megyünk már az Isten tudja mióta, és épp hogy el fog fordulni. De ez zabál rendesen a kicsike, mi? Főleg amikor be van kapcsolva az összkerék. Kis lövöm. Megtankoljuk mind a kettő mazocskát. Na, így meg kezd tetszeni az a maz. Egyébként azt hiszem, hogy a karakterje is más. Mint gyorsabb. De most azt nem azt akarom kipróbálni. A végén majd nyomunk egy ilyen csapatást esetleg.
lepadlózom. Bírom ezt a kormányos vezetési módot, ilyen félig így rá vagy támaszkodva a kormányra. Egyik kezeddel a másikkal az egeret irányítod, teljesen korrektül lehet így irányítgatni. Az igen. Ó, az igen. De szép ez a játék, de szép ez a játék, gyerekek! Nagyon fajnos. Megtakoljuk a két rémálmat. Ezt megyünk továbbá. Pörögjünk, pörögjünk! Szántja a kerék, azt hiszem egy kicsit a talajt. Oké, lassítunk. Tehát akkor azt hiszem, hogy azt kell csinálni, hogy át kéne ülni másikba is. Bevontatom, azt átülünk. Oké, feltankolva, vissza a másikba. Ezt köthetek újra rá, mert ilyenkor ledobja. Oké, és szerintem sérülést pontok nélkül eddig megvagyunk. Hát itt elég necces lesz ez a rész. De jó nagy ívbe kéne fordulni, csak ugye a nagy ívvel meg az a gond. Ezt meg nem fogja tudni bevenni. Jó van. Ki kéne tolnom minél jobban az elejét. Ajaj. Az a jó, hogy nagyon közel fogtam rá. És így azért elég jó közel követ. Na, nyelgáz, jó. Nagyon bírom ezt a izét, ezt a pedálos dolgot. Szépen, nyugodtan, akkurátusan lehet fordulni, nem az, hogy mindig padlógál. Ugye, hogyha nem izé kormányt használsz meg pedálokat, akkor kettő lehetőséged van. Vagy padlógázt nyomsz, vagy nem nyomsz gázt. Mivel ugye, hogy lenyomod a gombot, akkor abban a pillanatban padlózza a gépet. Nincs az, hogy ilyen lazott, nyugodt tempóban, egy félgázon közlekedsz. Na itt kellene majd balra elmenni, és a hídon átmenni ugye. Már aztán nem tudom, nézzük meg a térképet. Úgy de utálom ezeket az útvonalakat itt egyébként. Akkor egy szívások, gyerekek. Pedig arra kéne menni, hát itt végig kell mindenek caplatni itt az erdőn. A baj, vagy pedig kerülőben megyünk, de hát nem akarok kerülni. Hát ugye elmegyünk balra. Próbálunk legalábbis. Szépen lassan. Aztán ebből a tolatás lesz, gyerekek. A hála nem fog elfordulni. Faszom volt, gyerekek. Kaptam egy 637-es sérülést. Az kemény volt, ez kemény volt. Kicsit közel van szerintem a másik maz. Várjatok. Ez kemény volt, ez most nagyon örökött nekünk. Azért ennyire nem feszítettem meg, épp hogy csak. Oh shit, gyerekek, ez nagyon, nagyon nem lett jó. Nézzük körül a térképen. Nem, passzus gyerekek. Még annyira nem is idegesítene leginkább ez a durogás, kipufogó hang, ami nagyon zavaró számomra. Hát, hogy meg kéne cserélnem a kettőm azt. Azt fogom csinálni, gyerekek. Már csak amiatt. Ez érdekes, ez szerintem ugye megfeszült csomagtargonca oda csapott egy kicsit a gépnek. Gyerekek, csoportkép. LOL. Ennek jobb hangja van, ezzel fogunk menni. Nem hallgatom egész végig, hogy...
Meg más miatt, más miatt nem is zavar, mert kicsit össze van menettulajdonságok romlanak. Hát egy is halljuk elég jól, de talán annyira nem. Küldjük neki gyereket. Ez elég be van rajt kapcsolva, szerintem hadd menjünk azzal, és akkor egy kicsit dinamikusabban közlekedünk is már. Ide átkelés, elfér ez egyáltalán a híron gyerekek? Mondjuk ha nem, akkor sincs baj. Érdekes módon elhallgatott a hátsó gép, de nem hallgatott el. Mondom, miért nem durrog, de azért durrog ő. Jó, akkor itt végig küzdünk, elvileg erre balra el tudok menni. Hiszem ezeket a fenyőket szerintem lazán viszi. Azt a fenyőt is jó lenne. Megpróbálom kerékre venni. Nem sikerült. Nem baj, jó volt ez így. Jó vagyunk gyerekek. Hát az a sérülés, az nem kell volna. Ez a végsebességünk. Még mielőtt valaki ír rá, hogy miért nem megy gyorsabban. Hát ez a vége. Sajnos. Kettő szerelvény. Kettő járom így összeködve. Ezt tudja. Megvannak az előnyeim aznak, azért tudja az utat csinálni magának. Most olyan, mint hogy köves az terep, vagy ilyesmi. Ez igazából nem nagyon akadály neki. Ilyenre nem kell figyelni, kisebb fákra. Jopci. Kicsit lekotkodáltunk az előtt. Kanyarban mindig azt kell csinálnunk, hogy kicsit túl kell tolnunk az elejét ennek. Hogy a másik is trampon férjén el, látjátok? Jó vagyunk. Elvileg itt lesz a röntgen, akart balra kiúzunk. Aztán megpróbáljuk felpakolni a cuccokat. Felszabadítjuk közben a kamaszt, ugye van itt egy kamasz, abba tudunk aludni. Valahol itt ki kéne jutnunk, itt van valami kijárat. Ott a kijárat, igen, de nagyon szűk a hely. Az itt nagyobb hely volt régen. Oké, okay, gyerekek, itt tűző van, itt nem fogunk kiférni kérgéppel. Marhára nem. Kicsit kormánytekergetős hangokat hallhatjátok. Ne haragudjatok. Jó. Innen újra. Átulunk a másikba. Kicsit durrogunk. Atomszar hangja van, gyerekek, atomszar hangja. Mit szólunk? Nem hiába, gyerekek, nem hallottátok, az index bele van a kárterba. Ezt ismerjétek ezt a dumát? Úrra régi. Nem valószínű, hogy sokan hallottátok ezt. De van egy-két emberke szerintem, aki igen. Kéziféket nem árt kiengedni. Adjunk neki, gyerekek. Jó van. Eloldódott a dolog. Ezek a kövek, ezek mindig szoktak itt szivatni. Most annyira nem fognak. Megint nagy éves fordulás kellene.
legalább akkora ívés, hogy szabadítsuk fel a kamaszt. Talán beleesik, jó, beleesett. Nem fogunk elférni, gyerekek. Talán most talán lesz annyi hely, hogy tolhatatok. Basszus, ezután óvatosan tolhatunk itt. Na, most már befér. Jó van, gyerekek, röntlerakadt 2 darab. Megakasztottam a második gépet, megpakolunk ezzel. Oda nézzetek, srácok! Nem nagyon mély itt a sármi. A nyílgázon küldjük neki a maszt. Aztán kotkodál lefele. Nagy ívben rá kéne fordulnunk. Csomagtargoncát ledobjuk. Nem tudom, ott fixáltak-e valamit a csomagtargoncára. Igen, olyan szívás volt azzal bármit kezdeni. Ott van egy rönk, hogy tuska előttünk, ugye? Na. Imádom a kormányos vezetés, gyerekek, sokkal, sokkal életszerűbb. Nagyon jó. Jaj, de imádom. Jaj. Nagyon király ez a játék, gyerekek. Komolyan mindig meglepődöm, mennyire király vagy. Nem, hogy meglepődöm, hanem így rácsodálkozok, hogy mennyire életszagú ez az egész. Két csomagtargonca jöhet. Ez mindig fuck shit szindrómás ez a csomagtargonca. Jó van, talán egyenes, ugye? Egyeneség vagyunk? Nem egyenesben van. Na most. Szórakozz el velem, légy szíves. Ne, jobban nem utalok semmit, soha. Na jó. Hű, jaj, bazze, milyen hosszúak ezek a röntgenek. Eddig is ilyen rohadt hosszúak voltak, megvan a fajlom a basszus. Küldjük ki innen ezt a gépet. Ezt jöjjünk be a másikkal is. Nem tudom, hány órás lesz ez a gép, egy gyerekek, nagyon hosszú, nem? Ez a monstrum, ez brutál. Na, ilyen gép kell az erőre, gyerekek. Na mi folyik itt, gyöngyösöm? Menjünk már! Az ez kéri az energiát, gyerekek, rendesen, oda nézzetek! Padlógázon vagyunk! Diffizál minden bekapcsolva. Összkerék. Úram, Isten! Jézus Mária, gyerekek! Jó, hogy menjünk már ki innen. Na. Basszus, ne szórakozz velem. Te éres úristen. Na, békák elkezdtek idejéni brekegni, jó van. Nem alszunk, hanem ezt még megpakoljuk, jó gyerekek? Bevágtatunk. Bevágtatunk, mi gyerekek? Ezt komolyan mondom, ez a bevezető szakasz, ez brutál sár. Az első kerék az még annyira nem is, de a hátsó kerék azok most meg pont arra kijöttek. Ugyanúgy meg ráfordulunk. Egész jól működött. Köpi a lángot a kicsike, gyerekek! Á, nem hiszem. A francba sikerült leamortizálnom, pedig azt tök jó lett volna. A gyönyörű hithang. Forruljál már jobban picit, mazocska. Nagyon mazoista vagy, te nagyon itt.
Oké. Mi volt ez? Nehogy magunkkal elgyűrte, ugye? Sikerült, jó van, sikerült. Talán kiegyenesedik. Honnan leszünk benne? Ah, gondoltam. Jó, stop. Szóval, hogy megtörtént annak, aminek meg kell történnie. Tökéletes gyerekek. Kijárok addig, ameddig ugye. Most mozognak a fák? Régen nem mozogtak. A régi verzióval. Egymáson. Hanem ilyen egységes... Egységet képeztek. Egységes egységet képeztek, gyerekek! Remélem a hangot jól vettem szívvel a játék, meg a felvevő program, meg minden, mert különben szívromot fogok kapni. Na, menjünk a másik mögé. Ez nagyon nem akar menni, mi? Ez le is van szedálva ez a gép rendesen. Beállunk oda, alszunk egyet a kamaszbasztán húsdi gyerekek. Megyünk. Megpróbáljuk leszállítani valamennyire dinamikusan, nem tudom, meg valami széles utakon kéne közlekednünk, mert lesznek bajok. Oké, okay. Kamasz. Alvás. 10 óráig itt rakottunk. Oké. Okay. Egyes jármű, kettes jármű. Kettes jármű. Gyönyörű ez a kamasz, mi? Ti is ott gondoljátok? Úgy mi? Oké, okay, oké. Okay. Kézifék ki, annak is a motort elindítjuk. Csináljunk egy gyors útvonalat erre a gyerekek, mert különben nem tudom, hogy mi lesz már tényleg. Nem tudom, merre kell menni egyáltalán. Azt hiszem, hogy ezen végig küllogunk. Itt lejövünk ide, itt ugye kiérünk azt hiszem, hogy a tisztásra. És akkor... Ennyi. Nem bonyolítjuk túl a dolgokat, mi? Na, adjunk neki. Dupla rank. Szállítmány. Dupla hosszú rank szállítmány. Fuck yeah. Na várjátok. Hát ez, én nem tudom, hogy ez milyennyire lesz dinamikus ez a project. Várjátok? Ajaj, ajaj. Talán kijön onnan, akkor megindulunk. 26 liter zabálunk percenként. Nem biztos, hogy jó ez a, ez a dolog így. Kicsit visszaengedett gázzal, meg nem megy. Olyan előre is kéne figyelni a gyerekek. Na itt, itt kijutunk a sárból, akkor jó lesz gyerekek. Nyomjuk meg egy kicsit. Azért kell itt a kakaó, mi? Oda nézzetek. Jézus Istenem. Na jussunk innen ki már. Arra bele, rá sem merek gondolni, hogy kikapcsolom az eszkereket, de megpróbáljuk? Hát pont ne itt a sárban, majd ha kijutok, akkor megpróbálom. Jézus Mária. És az a gond, hogy az erő elfogy a gépből, mert sokszor nem is rúg a kerék, hanem egyszer nem megy. Értitek? Ne se rúgnak a kerekek, hanem csak itt szenved. Szenved a gép, mint a barom. Jön belőle ez az írtózatos hithang, meg a 26 liter üzemanyag fogyasztás percenként befityeg. Aztán így szenvedök kicsike. Na próbáljunk egy összkerék kikapcsolást. Jó, megyünk így is, az a jó. 11 literből. Talán, megy. Bele kell volna mennem ide oldalt a vízbe. Nem fordul. Ki van tekerve a kormány, gyerekek? A formány. Ki van tekerve a formány? Oké. Okay. Menj. Bassz, ez nem nagyon akar. Szóval az alkalommal irányítom.
szépen, közben már így forgatom az egeret, meg minden. Ó, az fel fog futni, bazza arra a dombra. Hopsz. Na mi lesz, gyerekek, szerintetek? Elég széles a kicsike, nem különben. Szerintem a rakomány nem rántja el, úgyhogy abban jók lehetünk. Jó van, gyerekek. Imádom ezeket az olyan kis kameranézeteket különben. Lehet neki rakni jobbra-balra. Menjünk már! Küldjük neki, azt hiszem rúgunk, mint a bolond, mi? Aha. Édes Istenem, ilyen hülyeséget bevállalni. És az a baj, hogyha nem fajt az eleje, akkor nem nagyon akar idejönni, fordulni. Meg ugye tolja magát előre, meg amúgy sem nagyon akar fordulni, nézzétek, előre megyünk egyenesen. Bifizált meg nem tudok kapcsolni neki. Ez ilyen always team, ha van újabban itt. Bár elképzelhető, hogy hard módban, vagy nem tudom, hardcore módban nem így működik. Hiába tekerem a kormányt ki. Az anyád úristen, itt gyerekek. Most muszáj arra szednem, mivel becsúszott tőle az oldala. Áááá, az a mi van itt? Szóval erre szednem meg különben, meg beborulok ide. Hát ezzel bejöttünk ide a retteltesbe. Ha nem szed... mi történik, gyöngyösen gyerekek? Mi történik itt? Az most ma mázdig van megtol, ha nem, akkor felborít. Finoman, finoman. A hátsó majd akar minket előzni, hogy jobb úton jött, mint mi. Gyerekek, amikor már a mesterséges intelligencia jobb úton vezeti a gépet, mint én. Amma a ciki. Használjuk ezt a jobbra-balra szedegetést, és akkor itt dorálja ki maga alatt a sarat. Talán kiérünk, iszonyatosan nagy sárba vele korottunk. A baj, a hátsó meg itt szórakozik. Már le kell fognom a hátsót. Hát csak azért, mert össze fogunk akadni vele, és akkor kellemetlen lesz. Nyomás utána. Van projekt, gyerekek, van projekt kihívás. Megint nem megy ám a gép arra, mert akarod jobbra, teljesen ki van tekerve, az Istennek nem akar elfordulni. És abszolút nem fordul. Semmi, nézzétek. Oda be fog menni a susnyába. Na, nagy nehezen, nagy nehezen. A legszarabb helyre bemegy oda apa. Várjátok pillanat, pillanat. Tudtam, miért nem akarom tolatni. Ops. Megint egy kis halászadés. Muszáj, a gyerekek nem akar ezt forrulni, de épettség itt. És nem nagyon akarok megint ebbe a vízbe belemenni, inkább kicsit tolatjatok. Meg megint ott felmegy azokra a nagykövekre, nagyon messze van egymástól most a két gép. Olyan, hogy tudjak itt tolaggatni, de nézzétek a hátsót. Ez mindig majdnem felborul, nem? Kikerült-e jó? Hát igen, a mesterséges intelligencia jobban irányítja minden dolgokat. Az már azért... Az... Nem kis pálya. Nagyon parázom egyébként, hogy nem lesz elég a merev lemez helyem, mert már iszonyatosan hosszú lesz ez a gameplay.
Menjünk itt a száradon inkább. Igaz, hogy itt ilyen földhantos, de talán jobb, mint a víz. Egyébként pont ez az egyik legilyen mocsarasabb vidék, ugye. Pont most fogunk átmenni a síkságon, ami full mocsár az egész. És szerintem lehet, hogy nem fogunk nagyon eljutni oda. Lehet, hogy az lesz, hogy leakasztok majd, és akkor csapatunk egy kicsit ezzel a mazzal. Hajlanak a rönkök, nagyon keményen néznek ki. Itt ugye el kell fordulni. Valami kemény útnak tudnék örülni. Visszük a mazot. Most. Mazod vagy most? Hogy kell ezt ragozni? Fogok itt a kett kormány. Remélem nem tol be oda a fák közé. Könnyen megeshet, nézzétek, arra tartunk. Szinte inkább balra megyünk. Szenverés van. Egy jó ebben, igazából ezt a maszt nem nagyon lehet felborítani, megint elkiabáltam, biztos felfogom. Meg még ráadásul az, hogy azért elmegy mindenhol. De viszont iszonyatosan lassú vele a közlekedés. Sőt, gyerekek, biztos, hogy nem fogom ezt már így végig küzdeni. Igazából nagyon lassan, de biztos, hogy odaérnénk a célba, ugye? Sőt, több mint valószínű, mert azért nagy hívások nincsenek itt az utunkban. Szóval lehet, hogy leparkolok. Leparkolok! Azt hisz leparkolok! Leparkolok. De... Hát mondjuk itt meg pont jól megyünk mi. Automatában van, de kettesben nagyon nem bat fel különben szegény. Nem szereti. Na dobott neki egy kettes gyerekek a izé. Oda nézzenek, megindultunk mindre. Az állat. A rombot már nem annyira komázza. És meg olyan kellemes útvonalak vannak. Alkarral tekerem a kormány gyerekek, úgyhogy bízom benne, hogy nem nagyon fogok hülyeséget elkövetni. Jók vagyunk szerintem. Én próbálom kicsit ilyen nagyobb ívbe szedni. Kirincs el előre, gyerekek. Úgy megyünk. Oh, shit. Jó van, oké. Okay. Mit kéne? Menjünk az úton, vagy inkább keresztbe hosszába? Menjünk keresztbe hosszába, ugye? És meg egész jó haladunk, akkor nem akarom így már abbahagyni. Fú, a második. Mint valami gőzmozdony. Egyébként gyanítom, hogy lehet, hogy a külső kerekek csak bizony szempontból jók. Lehet, hogy a karakterisztikája az autónak más, de azt néztem, hogy csak az hagy nyomot a belső. A belső hagy nyomot. Ezt a felső? Na itt induljunk meg. Mint a diófa tavasszal, vagy mit szoktak? Betty, mit szoktak mondani? Induljunk meg, megindul, mint a... Diófa tavasszal. Ez a slang. Megindul, mint tavasszal a diófa, gyerekek. Meg alakul, mint pupos gyerek a prés alatt, vagy hogy van? Na, nyomtunk neki egy kettes, gyerekek. Itt iszonyatosan nagyon lápos, sáros téma van egyébként. És hogyha elássuk magunkat, akkor csókanyú. Ó, gyerekek, a hátsó is küldjenek ki. Effel ugye lehet neki adni, hogy az is nyomja a gázt, mint a bolond. És akkor arra kell figyelni, akkor könnyen utoléri az elsőt. Komplett utat váljunk ide a földbe. A takarás témát lehet, hogy nem kéne érinteni. Igen, és az a baj, hogy ássuk magunkat a hátsó. Az első az még annyira nem is, a hátsó viszont már full
tengelyi sárba. Szenved a gép, mint barom. Mint a barom, ugye? Utána megfésülöm a hajat, miután végeztem a spin tarot-szel. Betűnek meg kell fésülni a haját. Ez a slang, hogy szexet akar. Ez a titkos jelszó. Gyerekek, nem lesz jó ez. Elfogy az üzemanyagunk, elfogy. Na a gyerekek, én lekapcsolom, most így végig kínlódhatnám az egészet természetesen. Hát de árván nem akarom. Ujj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 
tagolást. Azt valamit csapassunk már ezzel a géppel. Ne csak az legyen, hogy egész végig... Erre. Ez. Tizé. Kuráztatjuk. Oh yeah, induljunk. Rettenetes. Hát ez megy, ez mint a bolond. Arra indultak gyerekek. Ojjjj, opszi. Közkerék meghajtás ki volt kapcsolva egyébként. Azt így hozzátenném, úgyhogy egész jól megy a nélkül is. Annyira azért nem. Ha nagyon mély sárat nem bírja, nagyon nagy hatalmasokat fognak rajta ezek a kerekek. Megpróbálom berakni majd a rettenetest. Azért kell neki lendület hozzá. Igen, majd kihúzatjuk kicsit valahol. Kicsit ki kell húzatni, nem szereti, különben nem szereti a... Egész gyors, de ezeket nem kedveli itt, ezeket a... nagyobb... sarakat. Látjátok, meg is fogja, és valószínűleg lehet, hogy le is fog kotkodálni rajt. Le is, igen, le is. Majd talán itt lesz egy olyan rész, ahol meg tudom küldeni. Előbb olyan szépen megindult. Na. Végre gyerekek, végre. Na. Szágúrodás mozdal. Lerúghatná a sarat magáról már? Ahogy szebb. Milyen szép a lehajtás, nem? Ott van a lehajtás gardához. Hű, gyerekek, ezen az úton végig láttassak így. Olyan, hogy felkenőrünk valahol, akkor baj lesz. Van itt egyáltalán út? Nincs út, bazzeg. Nincs is út. És igen, azt hiszem, hogy most jött ez a része. Elmegyünk erre egyet kocsikázni. Valószínűleg nem lesz nagyon akadály neki. Felderítő járműnek gyerekek, tökéletes. És tényleg ez... Még mindig azt érzem, hogy iszonyatosan nagy a súly természetesen, de azt érzem, hogy olyan szegény úgy mindig ezekkel a kerekekkel is szenved. Láttátok, amikor húztuk a röngöket, akkor is az volt sokszor, hogy nem megrugott, hanem így üvöltött a gép, aztán el se forogtak a kerekek, hanem mint hogy kevés lett volna a... kakaó. És übe lett. Pucoljuk a kerekeket. Az gyerekek, az. Valahol van egy tó. Jó kerékmosó helyre, itt valahol van egy tó, azt hiszem, hogy arra. Egész kellemesen megy most. Így nem jó gyerekek, nem? Ezt így kell nézni. Így már nem látok. Nem tudom, hol az a tó. Hát ez a vége, igen, ez a vége, mármint a sebességi rekord ez tőle. Na, tőlünk jobbra van a tó, vagyis balra. Na, ott van a fák tövébe.
Megnézzük, hogy át tudunk-e vele menni rettenetesbe. Megküldöm így, és akkor szembe megnézzük, gyerekek. Nem így, hanem így. Oh yeah. Nem fog. Esik a fordulatszám, gyerekek! Esik a fordulatszám, gyerekek! Nem szereti, nem szereti, azért ez oké, hogy erre egy erőgép, de azért bizonyos szituációkban nem tökéletesen működik. Fú, azért az 80 kerék, ami rajta van most, az elég csinin néz ki. Hadd lőjék egy screenshotot, gyerekek, hadd lőjék egy screenshotot. Tökéletes, gyönyörű. Csomószor úgy beszélek veletek, mintha itt lennétek mindig. Így kérdezgetek benneteket, meg hadd lőjék egy screenshotot, mi? Mintha tudnátok válaszolni, azt közben meg nem. Taroljunk egy kis erdőírtás. Nyomok neki egy ilyet. Jó, mert így akkor nem váltogat fel. Ezt nem csökken a lendületünk nagyon. Egy egész jól megy, de itt is érezhető különben, hogy csökken a fordulatszám folyamatosan, ahogy megyünk felfelé a gombbal. Nem tartja azt a fordulatot. Mint például most. Most is elég alacsony. És ott van a gép, amit ott hagytunk, nézzétek gyerekek, nézzétek, nézzük meg ezt kívülről. Kívülről meg se néztem még egy ilyent. Ott van, ide találtunk. Ez jó lassú ez a sebességi fokozat. Alasszunk itt át? Fú, azok meg milyen, nézzétek az a futómű. Meg azok a... Hogy az egyik kerék mennyivel lejjebb van, mint a másik, hogy folyamatosan felfeküdjön az útra. Hát, rá akartam menni a kerékre, hát hátsó kerék. Még hogy csak dizájnálom a külső rész. Oh yeah. Na jó van, srácok, elbúcsúzom, nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok velem, remélem tetszett ez a rész. Várlak benneteket a következőben. Sziasztok!